És ebben a pillanatban elindult a két csapat, kérem szépen, fejfellett mennek egymás mellett. Kocsitoló versennyen rajtolt az első csemői vágta. A versenyzőknek 100 méteren kellett a porban tolni a szekeret. Az első előfutamot a tavaly második helyezett csemőiek nyerték, míg a másodikban az idén először rajthoz álló abonyiak győztek. Így ők jutottak a döntőbe. Természetesen idén indultunk az elővágtán. Hetek óta edzettünk már rá. Kocsit is toltunk, futottunk is, és nagy izgalommal jöttünk, nem tudtuk, hogy kik lesznek az ellenfelek. Megfogott bennünket a homokos talaj, nem egyszerű feladat, a vége már igencsak nehezen ment, de a lendület hál' Istennek begurított bennünket a célba. Kell hozzá erő is, és inkább a gyorsaság szerintem, ami döntő eredményt fog hozni. A lovas futamok a gyerekek versenyével indultak, alig 10 éves fiatalok pattantak nyerekbe, és másfél kör kellett teljesíteniük. És ebben a pillanatban elindult az első kis húszárvágta. Az első futamot a 13 éves Nagy Regina nyerte. Azért kezdtem el versenyezni, mert mindig is ez volt az álmom. Nagyon szeretem a gyorsaságot, és azért szeretek lovagolni, mert hogyha versenyezünk, akkor ott nem csak én versenyzem, hanem a ló is, és rá is számíthatok. Végül elrajtolhatnak a nagy huszárok is. Petrik Tamás a 2017-es nemzeti vágta győztese és Kövesdi Zsolt a két nagy esélyes egy futamba került, ami így mini döntőnek is beillett. A nemzeti vágta pálya ugye kőpálya, egy kicsi kőpálya, nehéz előzni. Tehát azért egy jó start azért én azt gondolom, hogy az egy fél siker. Most a vicces, ez nagyon jó startol, hát erre nagyon kell koncentrálni a startra, és hát ezt is külön gyakoroljuk. Azt gondolom, hogy mind a kettőnek nagyon jó lova van. Az enyémnek egy picit vannak idegrendszeri problémái, de hála jó Istennek, én nekem sikerült ezt nagyjából koordinálni és megoldani, de most jobb volt a Tamás is, őnek is sikerült behúzni ezt a futamot. A Pest megyei településen először rendeztek elővágtát, ezzel régi vágya teljesült a helyieknek. Minden olyan, ami a közösséget erősíti, az nagy dolog. És ez nem a létszámtól, meg a volumentől függ. Nyilván ez egy hatalmas 3,5 hektáros területen megrendezett esemény, Kézművesek utcájával, Ízek utcájával, a lovasversenyekkel. Ilyet itt még nem láttak, és a környéken se nagyon. Amit a vágta ad maga a hangulat, az emberek, a lovak, a jelenlét, amit tudunk tenni, viseletbe beöltözünk, és ezért gondoljuk azt, hogy ez mindennél többet ér. A döntőt végül a kishuszároknál Nagy Regina nyerte, míg a felnőtteknél Petrik Tamás győzött. Ők biztosan ott lehetnek a nemzeti vágta döntőjén, ami október 2-án és 3-án lesz Budapesten, a Hősök terén.